mit üzensz a számomra, Istenem? Napi Ige Felment a mennybe Jézus, és most Jézus ül a trónon. És hogy ment a mennybe? A 23. Zsoltár arról szól, hogy az Úr az én pásztorom. Nem szűkölködöm. Föves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez tereltet. Amikor, egy, amikor már Jézus ezt elvégezte, mint jó pásztor, akkor nem csak ez történt, hanem van egy 24. zsoltár is. Azt mondja egyébként a 23. az ellenségém előtt asttal terítesz. És elárasztott fejemet olajjal, csordultig van a poharam, jön az ellenség, és tudod, mit csinál az Úr? Ott fogsz lakmározni az ellenségéd előtt. Mert jön az ellenség, jön a, jön a vágyódása van rajt, rád, rád, de te uralkodsz rajta. És amikor szomorkodnod kellene, akkor is örülsz. Akkor is a győzelembe fogsz járni. Újjongt a meddő, ki nem szültél. Érti? De mikor, mikor meddő valaki, mikor, mikor valaki elvetét, mikor nehézségbe van, miért? Mert azt mondja, mint jobb és bal kézre ki fogsz terjedni. És magod népeket vesz örökségbe. Mikor, amikor meddő vagy? Mikor nincs a gyülekezetbe szaporulat? Mikor a családodban nincsenek megtérések? Akkor újjongjál. Minek újong a pásztor? Hát annak, ami már megvan, meg meg lesz. Értitek? Annak. Akkor kell látást bővíteni, amikor a legnehezebb a helyzet. És tudjátok, mit mond? Itt mondja a 24. Zsoltár. Ti kapuk, Emeljétek fel a fejeteket, 24. Zsoltár 7. vers. És emelkedjetek fel, ti örökké való ajtók. Hadd menjen be a dicsőségnek a királya. Ki ez a dicsőség király? Az erős Hatalmas úr, az erős és hadakozó úr, hova ment be a dicsőség királya? Bevonult, átvonult, ámen. átment a, a második égen, ment a harmadik égbe, és beült a trónra, ámen, bejött a dicsőség királya, ott ül a dicsőség királya, a pokolkapuinak bevette a pokolkapuit, és az egyház beveszi a pokolkapuit, a pokolkapui nem vehetnek diadalmat Istennek az egyházan, ámen, mert ezt az örökséget kaptuk meg az úrtól, ámen ez a te örökséged. A pokol kapui nem vesznek diadalmat. A fiatalokon se, az időseken se, a középkorúakon se, az egyedülvalókon se, nem a depresszió vesz rajta durámat. Sepe korremasz, hatalmat kaptunk. És ez a tiéd. A bőröd fölött is. A hormonrendszered fölött is. A tested fölött is. Az idegrendszered fölött is. És még egyszer mondja, ki ez a dicsőség király? Az erős és hatalmas, az erős és hadakozó úr. Ki csoda Jézus Krisztus? Ki ül a trónon? Egy hadakozó úr. Amen. Ő a mennyei seregeknek a kapitánya. Jézus Krisztus nem csak egy szende bárány, hanem ő a seregeknek a kapitánya. És így fog visszajönni, dicsőségbe, a seregeivel együtt. Neked egy olyan istened van, aki a seregeknek a kapitánya. Nekünk olyan megváltónk van, aki a mennyei seregeknek a kapitánya. Nem egy gyenge. Ő két a poharat. Végig élte. Tudjátok, végig mindent. És még az atya is elutasította. Mert nem tudott a bűnre nézni. De végcsinálta. Ti kapuk, emeljétek fel a fejeteket, újból mondja. Újból mondja Dávid. Ezt is Dávid profétálta. Ezt mind Dávid átélte és emelkedjetek fel örökkévaló ajtók, hagyj menjen be a dicsőség királya. Ki ez a dicsőség királya? A seregeknek az ura a dicsőség királya. A mennyei seregeknek a fejedelme. Ő a dicsőség király. És amikor te megtérsz, tudod, mit csinálsz? Ennek a királynak a seregébe, a királyságába kerülsz bele. Kedveseim, nagyon fontos ige van itt. Kicsoda, aki féli az urat, Zsoltár 25.12. Ez egy nagyon fontos ige. Ez a 25. Zsoltár. Egy elodév van, még csak egy Zsoltár elodév. 25. Zsoltár. Kicsoda az, aki féli az Urat. Tehát akiben van Isten félelem, akiben megvan az Isten, amikor újján születsz, elfogadod a kegyelmet, de kell, hogy legyen benned az Istennek a tisztelete, az Istennek a félelme, és nem egy zsebre dugott kézzel rágózat, és feltív a lábad, ne, jó van, Fati, Fater, gyere ide, dobjál meg egy, egy százezressel, mert szükségem van rá. Jó atyuskám, gyere ide. Ő egy igazi atya. Adj neki tiszteletet. És Isten félelemmel legyél feléje. Kicsoda, aki féli az urat? Azt mondja az úr, ha aki Isten félem, ha van egy Isten félelmet a szívedbe, és féled az urat, tudod, mi fog csinálni? Meg fogja neked mutatni az utat, amit választanod kell. Kérdezed, de pásztor, mit, mit válaszol, ki lesz az én társam? Hogyan lesz? Hova helyezkedjek? A munkahelyem hogy lesz? Ha féled az urat, azt mondja az úr, hogy megmutatja itt, azt jelenti, hogy kezét kinyújtja és mutat, és jelezni fog, hogy merre kell menned. Tanít, oktat, azt is jelenti. Megmutatja az utat. Itt az útnál Életút, sorsot is jelent. Nem csak egy fizikális utat jelent, módokat, szokásokat. Megmutatja, hogy milyen szokásaid legyenek, milyen életvezetésed legyen, hogyan legyenek a napi programjaid. Ki kell alakítanod egy keresztény életstílus, egy napi rendet az életedbe, mert ha nem alakítasz ki, akkor mások fogják kialakítani helyetted. És azt mondja, hogy eh, eh, annak a lelke megmarad a jóban. Tehát a te lelked, a te, itt a lélek szó szerepel, a nefes, megmarad a jóban, tehát a jó pedig prosperálás jelent. A te lelked boldog lesz, sikeres áldott, vidám, nagyszerű, jó dolgok következnek be rád. Tehát annak, aki Isten félelembe van, meg fog, lesz egy helyes életvezetése, a Szent Szellem fog téged vezetni. Amen. Egyszerűen olyan szituációkat, olyan helyekre fog vinni, ami a legjobb hely. Történetesen oda visz arra a helyre, vagy abba a gyülekezetbe, ahol neked lenned kell. Amen. Történetesen abba a kapcsolatba, abba az üzleti részre fog belevenni, ahol neked lenned kell. Mert ő elkezdi igazgatni a te útaira szüntelen szüntelen. Amen. És ott fog velülről vezetni, meg fog neked adni embereket, akik segítenek neked. Kedvesé teszi az orszádat. Mit üzensz a számomra, Istenem? Napi ige.